Kivéve, hogyha Tokióban, Londonban, Párizsban, Sűsápon vagy Milánóban jártak. A
A művész pusztán a gondolatai erejével fogja majd kitalálni azt a tárgyat, amit én a kezemben tartok, és amit önök az én kezembe adtak bele. Hozzá kell tennem, a produkció egyáltalán nem beszédtelen, és az önök segítségére is szükségünk lesz. Nagyon kell koncentrálni, hogy a művész kitalálja majd azt a tárgyat, amit én a kezemben tartok. Szükségünk lesz egy bátor önként jelentkezőre, aki a kezembe ad majd egy tárgyat, amit kitalálhatok. Mahogy ezt a mutatványt egyébként, ezt lehet, hogy még nem említettem, a levegőben ülve fogja majd előadni. A levegőben üléshez is nagy koncentráció szükségeltetik, ezért arra kérem, hogy segítsenek Maudnak, és koncentráljanak rá erősen. A koncentrációban nagyban segíti a művészt az, hogyha megtapsolja a mélyen tisztelt publikum. Nem tudom, valami probléma lehet, azt hiszem, de próbáljuk meg még egyszer, lehet, hogy halk volt a taps. Szóval egy, kettő, három, olé! Nem tudom, mi lehet a probléma. Értem, hát az a helyzet, hogy ezt a mutatványt ugye más kontinenseken szokta előadni elsősorban, és hát itt nem elég sűrű a levegő. Ez úgyhogy... Hát állva fogja majd előadni magát, de azt gondolom, hogy ezt sem állhat az útjába annak, hogy egy igazi világszámot lásson a kedves hölgyeim és uraim! És eljött a pillanat, hogy szükségem van egy tárgyra, amit aztán Maud a csodafók kitalálhat. Kérek szépen egy tárgyat a kezembe, amit Maud kitalálhat, hogy mit tartok a kezembe. Mindenki látja, hogy a művész nem ide tekint, és mindenki látja azt is, hogy mit tartok a kezemben, igaz? Maud! A tárgyat, amit a kezemben tartok, nem szükséges szalmaszálon keresztül figyelned, hiszen a gondolataid erejével így is kitalálhatod, hogy mi az. Maud! Essé, francba! Különben mehetünk a francba! Egy kis kapcsolat a művésznek! Yeah! Oh, mit tartok a kezemben? Szalva száll! Hollé! Yeah! Mekkora szenzáció, hölgyeim és uraim! Kérek szépen még egy tárgyat, amit a művész minden további nélkül. Oh. És már meg is van a tárgy. Maud, ha a következő tárgyat, amit a kezemben tartok, kitalálod, hogy mi az, biztosan koszorút helyeznek majd a sírodra halálod után. Maud! Koncentrálj erősen! Tapsolt a művésznek, hogy tudjon koncentrálni! Maud, mit tartok a kezemben? Koszorút!
pusztán a gondolatai erejével találta ki azt a tárgyat, amit én a kezemben tartom. Úgy látom, hogy nagyon elfáradt magunk. Beszélnem kell vele, hogy még egy mutatvány bemutatására van-e lehetőség a székesfehérvári színpadon. Amit legutóbb 1986-ban adott elő Athénban. Azóta ezt a mutatványt a világon senki nem művelte. Némileg veszélyes előadásról és mutatványról van szó, ezért kérem, hogy a kicsinyek szemét félig takarják el. A mutatvány során Maut felül majd Balázs szőnyegére, és elrepül keresztezve a templomok tornyait. Nem tudom, hogy Feriennyel beszóltunk az engedély miatt. Rendben van, az engedélyt megadták Feriennyről, tehát semmi akadálya nem lesz a mutatványnak, kedves hölgyeim és uraim! Nagy tapsal, biztosság, Maudon! Csak úgy, mint az előzőhöz, ehhez is erős koncentráció szükségeltetik, és csak úgy, mint az előző körben, itt is tapsal kell a koncentrációt segíteni. Szóval Maud, a viszontlátásra repülj! Maut, mi a probléma? Azt mondja, hogy valami probléma adódott a szőnyegen, mert hogy a reptéren elkeveredett az ő varázs szőnyege, és ezért egyet kellett importálni, de meg kell néznem, hogy mi van a szőnyege. Aha, made in Kína. Hát, kedves hölgyeim és uraim, sajnos a mutatványt ezt későbbre kell halasztanunk, de köszönjük szépen a figyelmüket, és a szűnni nem akarom tapsot, tapsolják meg magunkat, a csodafókot! Köszönjük szépen a figyelmet itt a középkori piac, kérem, most mindenkit arra biztatok, hogy vásároljon, illetve vegyen részt,